Ez a nyár azért középfokú oktatási intézményben mindannyian tudjuk, hogy nem csak a gondtalan és felhőtlen pihenésről, strandolásról, kikapcsolódásról szólt a ti életetekben. Középfokú oktatási intézményben ugyanis a nyár már a munkába való belekóstolást jelenti, hisz nyári gyakorlaton az érettségi feltételéhez szükséges, elengedhetetlenül szükséges közösségi szolgálatban, illetve sokan diákmunkában már belekóstoltatok a munkavilágába. A pedagógus kollégáim is különböző továbbképzéseken vettek részt, a nyár folyamán ők is részt vettek és szervezték a ti nyári gyakorlatotokat, illetve az elmúlt hetekben és hónapokban nagyon sokat megtettek azért, hogy ti már most ezt a tanévet itt Hajdunánáson egy kívül-belül felújított új iskolaépületben tudjátok elkezdeni. Nagyon nagy tisztelettel köszönöm önöknek, fiatalok, hogy Hajdunánást választották, hiszen mielőtt ide érkeztünk, pont arról beszéltünk, hogy milyen fontos lenne az, hogy a helyi fiatalok a helyi középiskolákat válasszák, amikor választási lehetőségük van. Ebben én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a maga dolga, a maga feladata így a városnak is. És még egy dolgot hagyd mondjak el, hogy miért ilyen fontos ez. A napokban, talán pénteken járt nálam egy vállalkozás, aki egy teljesen új vállalkozást fog, egy szerkezetlakatos vállalkozást fog hozni a városban. Egyrészt telephelyet keresett, de a legfontosabb és legnyomósabb érve számára az volt, hogy itt van egy komoly szakképző intézmény, és ő együtt akar működni ezzel az intézménnyel, és innen szeretne fiatalokat maga mellé toborozni hosszú távon munkavállalóként. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés a város életében, és nem csak a jelenben, hanem a jövőben gondolkodunk, akkor azt gondolom, hogy a szakképzés az egy megkerülhetetlen tény és fogalom a városban. Én azért is örülök nagyon, hogy ez a fejlesztés megtörténhetett, és nyilván normálisabb, jobb munkafeltételek mellett és jobb körülmények között élhetitek az életeteket. A felgyulladó bíbor hajnalok, százszínű, harmatos kertek, madárfütty, villanó fecskék a víz felett, még elhitetik velem a nyarat. Ám az elhalkuló erdő, a fák szélkócolt kontjában az aranysárga levéltincsek, alkonyatkor már az őszről vallanak. Egy délután majd elköszön a nyár, búcsúzva int a borzas dáliáknak, még idézzük régi dallamot, és illatát bolondos éjszakáknak, de az emlékszirmok lassan hullanak. Könyvszitáló ködök, lombot tépő szelek, ott leselkennek már a kertünk alatt. Kedves kilencedikesek! Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas magyar biokémikus így látja az iskola szerepét az ember életében. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog. A felvétellel ti megszereztétek a jogot, a lehetőséget ahhoz, hogy saját sikeres életeteket a szakmai és érettségi vizsgák iskolánk falai közötti letételével megalapozzátok. Hogy mit jelent Csihásnak lenni, és a Beretyúfaő Szakképzési Centrum diákjainak sorába tartozni, nem csak az iskolai eseményekben tapasztaljátok majd meg. A centrum vezetése hagyományteremtő szándékkal útjára bocsájt egy kiadványt minden tanulmányait kezdő 9-es diák számára, melyből megismerhetitek a BSC 13 tagintézményét, azok településeit, a nagy BSC-s közösséget. Ahhoz, hogy ehhez a közösséghez, vagyis közén tartozzatok igazán, elvárjuk a képességeitekhez méltó legjobb tanulmányi és gyakorlati munkát, a közösségi életbe való aktív bekapcsolódást, együttműködést a társakkal, tanárokkal, iskolai dolgozókkal és persze szüleitekkel.